Április 14-én különféle mérések szerint 10-14 fokkal volt melegebb, mint átlagosan ezen a napon szokott, több helyütt 30 fokot mértek, hogy aztán kedre mindez egy csettintésre a múlt martalékába váljon, és beköszöntsön a hűs, szeles és esős időjárás. Nagyon-nagyon rosszul van, és nagyon megvisel. Hát 86 éves vagyok, és ebben a korban már a normális időben is elég elviselni. Itt éppen az urológián voltam, hát alig tudtam végigélni a napot. Nem tudtak a műtétet megcsinálni rajtam, egy katétercserét, kiszenvedett az orvos is. Hát nehéz elviselni. Abban reménykedjünk, hogy a nyár nem lesz ilyen korságos meleg, mint amire a prognosztizálnak a meteorológusok. Sokakat megvisel a front, vannak ugyanakkor olyanok, akik meg sem érzik a változásokat. Nem egy jó dolog szerintem. Egyáltalán nem tetszik, hogy egyik nap még 29 fok van, a másik nap meg már csak 7. Ez nem igazán jó. Van ami frontérzékenység, vagy valami nincs? Hála Istennek nincsen, de a fejem a szokott fájni, hogyha ilyen van. Úgy tűnik, az idei áprilisunk két véglet között vergődik. A korai nyár sem volt éppenséggel megszokott, a mostani hirtelen váltás pedig egyértelműen szokatlan. Eléggé rossz hirtelen, hogy eddig melegek voltak, most meg hirtelen ilyen idő lett. Hát mit tudjunk csinálni, el kell fogadni, ezzel nem tudunk csinálni semmit. Az ilyen extrém frontok természetesen megterhelik a szervezetet, az arra érzékenyek ilyenkor igazán szenvednek. Mindez dr. Franz Róbert is alátámasztja. Ez a nagymértékű változás, ami most történt az elmúlt napokban, közel 20 fokos csökkenés érzékenyé teszi a beteg, főleg a beteg embereket, elsősorban a krónikus betegségben szenvedőket, és ezek belül is inkább a krónikus keringési rendszerben betegségei. Válhatnak ugye rosszabbá. Ugye a tünetek elsősorban a szédülés, a vérnyomás ingadozásban nyilvánulnak meg, és hát megszaporodik sajnálatos módon a mellkasi nyomófájdalom, az angináknak a száma, vagy a keringési betegségek szövődményeinek a száma, illetve általában instabillá válik a cukorbetegeknek a cukorszintje, meg nagyon sok egyéb tünet jelentkezhet ilyenkor. A hosszú távú előrejelzések egyöntetően azt mutatják, hogy a következő 1-2 hétben nem lesz nagy változás, marad az átlagosnál kicsit hidegebb idő.